Növekvő költségek, jelentősen drágultak a négyzetméter árak az újépítésű házak esetében az elmúlt két évben. Megújuló árvízvédelem. A Tisza-Tivadar fölötti szakaszán 10 milliárd forintból készül árvízvédelmi fejlesztés. New Way. Új utakon az angol oktatás a Nyíregyházi Egyetemen. Jelentősen drágultak a négyzetméter árak az új építésű házak esetében az elmúlt két évben. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kivitelezési munkák költségei csaknem 8%-kal kerülnek többe tavalyhoz képest. A megyében egy új családi házat közel 250 ezer forintos, amíg egy társas házat akár 300 ezer forintos négyzetméter áron lehet felépíteni. Az emelkedő árakhoz a nagyfogú építkezési kedv mellett az építőiparban is tapasztalható, egyre fokozódó munkaerőhiány is közrejátszik. Csak idén júliusban 38%-kal nagyobb teljesítményt produkált az építőipar, mint egy évvel korábban. A két legfontosabb alágazat közül a lakásépítéseknél több mint 28%-os növekedést hozott a július. Idén egy újabb lakásfejlesztési hullám indult, ami miatt jelentősen bővült a kínálat a piacon. Az építési kedv növekedésével egyúttal a négyzetméter árak is nőttek, ami annak is köszönhető, hogy az építési költségek is emelkedő pályán vannak. Budapesten ma már akár bruttó 753 ezer forint is lehet egy új lakás átlagos négyzetméter ára. A megyében ugyan alacsonyabb áron lehet építkezni, azonban itt is lényegesen drágultak a négyzetméter árak új építés esetén. A most átnézett országos statisztikákban azt látom, hogy az elmúlt két évben egyébként nagyjából 40-45%-kal növekedtek átlagosan ezek a fajta négyzetméter áraink. Én azt gondolom, hogy ma a mi megyénkben, vagy ebben a környezetben, amiben hát a szomszédokat, Borsodot, Hajdút is beleérthetjük valamelyest, 200-250 ezer forint négyzetméter árral merhetünk becsülni még ma is megépítendő lakásárat. Nyilván ez alapvetően családi házra gondolok ebbe a négyzetméter árban. A társasházak világában ott a négyzetméter első telekárat és még sok mindent meg kell fizetni. Ott ezek az árak mondjuk mindenféle hirdetményekből olvashatók, de a 300-as azt gondolom nem ritka, vagy fölötte is vagyunk. A drágulásban közrejátszik az építőipart is egyre jobban sújtó munkaerőhiány. Ez pedig nem csak a költségek növekedését hozza magával, hanem a határidők tarthatatlanságát is. Egy családi ház építése az egy év helyett ma már több mint két évre is kitolódhat. A szakemberhiány pedig a minőség romlásával is jár sokszor. Nagyjából 280 ezeren dolgoznak az építőipari ágazatban, és a válság ideje alatt 85 ezeren hagyták el ezt az ágazatot. Ma ez a 280, azt hiszem, élők statisztikai létszám. Megtörtént egyfajta valamilyen szintű visszapótlás, 60 ezeren bejöttek a 85 ezer pótlására, viszont a visszajött munkaerőnk jellemzően nem szakképzett, és ettől kezdve nem tudja pótolni megfelelően azt a korábban elvesztett külföldre ment, vagy netán pályát váltott szakember állományt, akivel meggyengült ez az építőipari szakma. Hát emiatt nyilván kevesebb a szakember, nehezebb egyrészt jó szakember találni. Egy másik nagyon fontos jellemző, hogy zuhant az építőipari szakmába a minőségnek a kérdése. Tehát a nem megfelelő szakemberek nem is fognak magas minőség, vagy pedig azoknak a szakembereknek az árszintje megugrott, és itt igen komoly költségekkel kell számolni. Jelenleg minden beruházó a meglévő építkezések befejezésére koncentrál. A fejlesztők mindent megtesznek azért, hogy a tervezett lakásokat még 2019 végéig átadják. A jelenlegi szabályok szerint 2020-tól ugyanis már nem lesz érvényben az 5%-os kedvezményes lakásépítési áfakulcs. A töltések másfél méteres magasításával, a földművek szélesítésével, valamint úgynevezett parapet falak építésével fejlesztik a Tisza-Tivadar fölötti szakaszának árvízvédelmi rendszerét. A beavatkozása azért van szükség, mert a felső Tisza-Tivadar fölötti szakasza az ország legárvízveszélyeztetettebb területe. A beruházás jövő nyárra készülhet el, összköltsége pedig meghaladja majd a 10 milliárd forintot.
Már az utolsó simításokat végzik a földmunkagépek a Tisza töltésén Tiszacsegénél. A már meglévő védműveket több kilométer hosszan újítják fel, Magosliget, Uszka, Tiszabecs, Tiszacsécse, Milota és Tiszakóród vonalán, ahol pedig szükséges, ott újakat is építenek a Feti vízik szakemberei. A beruházás célja, hogy az árvízi biztonság növelése mellett a terület védekezési rendszere megfeleljen a hatályos jogszabályi előírásoknak is. Maga ez a beruházás Tiszakóród és Magosliget között a meglévő árvízvédelmi mű jogszabályi előírásokra megfelelő kiépítését foglalja magába. Alapvető célja, hogy az árvízi biztonságot megfelelő mértékre tudjuk növelni. Ezen beruházás keretében a meglévő töltéseink közel 1,5 méteres magasítását fogjuk elvégezni, részben a földművek szélesítésével, magasításával, illetve ahol erre települések miatt mondjuk megfelelő hely nem áll rendelkezés, ott pedig árvízvédelmi fal alkalmazásával. Beruházás keretében 5 darab keresztező műtárgy átépítésére is sor fog kerülni a megfelelő jogszabályi előírásoknak megfelelően. A területi felügyelő szerint azért éppen ezen a szakaszon van szükség a beavatkozásra, mert árvízvédelmi szempontból ez az ország leginkább veszélyeztetett része. A fejlesztéssel azonban a védekezés elősegítése mellett turisztikai célokat is megvalósítanak. Az igazgatóságnak korábbi célja is az volt, hogy megvélő létesítmények más funkciót is be tudjanak tölteni, tehát ez az országos kerékpárút hálózathoz tudnak csatlakozni, tehát ezáltal elérhető lesz, hogy a túr szamos árvízvédelmi rendszerekkel, a meglévő tározók összekapcsolásával, tehát több 10 kilométer kerékpárút áll majd az ide látogatók rendelkezésére. A beruházás készültsége jelenleg megközelítőleg 70%-os, így várhatóan 2019 nyarára befejeződik a teljes szakasz árvízvédelmi beruházásának fejlesztése. A Fidesz nyerte az időközi polgármester választást Tiszavasváriban. A viharos és zajos kampány után a kormánypárt polgármestere vezeti ezentúl a Jobbik fővárosának titulált szabolcsi települést. A gödör aljáról kell felhúzni Tiszavasvárit az elkövetkező egy évben, fogalmazott Szőke Zoltán, a Fidesz jelöltje. A párt fővárosnak nyilvánított város az elmúlt 8 évben semmit sem fejlődött. A helyiek változást akartak, fogalmazott a térség országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ő is támogatja Szőke Zoltán elképzeléseit. Tiszavasvárit korábban nem vezette még fideszes polgármester, ezért is volt sorsdöntő a vasárnapi szavazás. A Fidesz jelöltje, Szőke Zoltán először a munkahelyteremtéssel akar foglalkozni, valamint értékteremtővé szeretné alakítani a közmunkaprogramot a településen. A vállalkozókkal szeretném rögtön első körben felvenni a kapcsolatot, egy fórumot összehívni, az ő igényeiket föltérképezni, és minden lehetséges módon a kormány felé támogatni pályázati forrásokat megtalálni, valamint egyeztetéseket lefolytatni a fejlesztésekről, mert szándékomban áll a tiszavasvári vállalkozókat valamiféle kedvezménnyel támogatni, ugyanis az előző polgármester képviselőtestület 2010-től kezdődött, de adókkal terhelte meg. Én lehetőséget szeretnék teremteni arra, hogy a fejlesztést végző vállalkozások, munkahelyteremtést hozó vállalkozások kedvezményeket kaphassanak. Tanórán kívüli foglalkozások, élménypedagógiai módszerek, újszerű tananyagok. Többek között ezek szerepelnek a Nyíregyházi Egyetem új, a középiskolások angol nyelvtudását fejlesztő programjában. A New Way névre keresztelt projekt célja, hogy megszerettesse a nyelvtanulást a diákokkal, illetve a középiskola végére olyan használható nyelvtudást szerezzenek a tanulók, amellyel sikeres nyelvvizsgát tehetnek. 2020-tól a felsőoktatási képzést csak azok kezdhetik meg, akik rendelkeznek középfokú nyelvvizsgával. A nyelvvizsga megszerzéséhez nyújt segítséget a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja. Ajtai Horváth Magda, a projekt szakmai vezetője, 35 perc című műsorunkban elmondta, a program során a középiskolások tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt, melyek célja, hogy a diákok megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. 2 tanár lesz és 4 csoport indul, ez összesen 8 órát jelent, tehát egy-egy csoportnak 2+ órája van. Hatékony módszerekkel és céltudatosan a nyelvvizsgára fogják felkészíteni a kollégák a gyerekeket. 2 év alatt összesen 3840 angol órát fognak tartani 2400 gyereknek.
egy-egy csoportban maximum 15 fő vesz részt. A 330 millió forintból megvalósuló programban a foglalkozásokon kívül számos más, a tanulás segítő fejlesztést is végrehajtanak. Kiemelt célja a plusz órák, vagy nem formális keretek között megtartott órák, innovatív és élményszerű módszerekkel megtartott angolórák, de emellett hatalmas eszközfejlesztés, könyvtárfejlesztés történt, módszertani képzése a tanároknak, tartalmaz három Angliába történő kirándulást a legsikeresebb tanulóknak, tehát nagyon, nagyon komplex. Tananyagfejlesztést szintén 24 darab tananyagfejlesztésre került sor az elmúlt év során, ezeket majd ki is fogjuk adni, tehát egy nagyon komplex programról van szó. Az oktatásba a Nyíregyházi Egyetem hallgatói is bekapcsolódnak. Ezzel a tanulók nyelvi képességeinek fejlesztése mellett a felsőoktatás és a közoktatás kapcsolatát is erősíteni kívánják. Az utasbiztosítások esetében is népszerű a last minute. A biztosítók alkalmazkodva a fogyasztók igényeihez, azonnali kockázatbelépéssel is hajlandók utasbiztosítást kötni. Az online megkötött biztosításoknál a legtöbb esetben egyedüli alapfeltétel, hogy a biztosítottnak még Magyarországon kell lennie a kötés idején. Szeptemberbe köszöntével az emberek szinte vadásznak az egyes last minute utakra és ajánlatokra, ám még az utazást azért néhány héttel a tervezett út előtt lefoglalják, addig az utasbiztosítások kötése legtöbbször az utazást megelőző 3 napban történik, de sokan vannak azok is, akik az utazás napjára hagyják. A biztosítók a fogyasztók igényei az igazodva, éppen ezért last minute utasbiztosításokat is kínálnak már. Ezek általában úgy működnek, ugye, hogy elektronikus felületen lehet ezeket megkötni, bankkártyával kell fizetni, hiszen ezek azonnali fizetési móddal vannak egybekötve, és általában ugye a biztosításokra jellemző, hogy mindig, amikor kötjük, aznap nullától ér. Nyilván ezek az utolsó pillanatban megkötött biztosítások, meg amikor a számítógép rögzíti, hogy mondjuk valaki 8 óra 15-kor köti a biztosítást, akkor csak 8 óra 15-kor től él neki ez a biztosítás, viszont ugyanúgy éjfélig ér végül is. Tehát abszolút nincs hátrányban. Ez inkább azoknál szokott előfordulni, akik utolsó pillanatban vásárolják meg az utazásukat, és már beülnek általában a kocsiba, indulnak a repülőtérre, vagy éppen transferviszi őket, és akkor jut eszük be nekik. A last minute megkötött online biztosítások esetében a legtöbbször csupán egy feltétel van, mégpedig, hogy a biztosítottnak még Magyarországon kell lennie a kötés idején. Az általános előírás az tényleg így van, hogy ugye Magyarországon lakhelye rendelkezőknek itt az országon belül kell megkötni, hiszen amikor átlépti a határt, onnantól már kell rendelkezni egy biztosítással, viszont tudjuk nagyon jó, hogy az innen online felületeknél, lásd autópálya Matica, ugye ott is van egy toleranciaidő, itt is megvan egy tolerancia távolság, ameddig még ezt ugye felcsatlakozhat és megkötheti, de mi azért javasoljuk, hogy ennyire azért ne várjanak az utolsó pillanatig a biztosítás megkötésével. Bicsérdi Rita hozzátette, a last minute biztosítások általában nem különböznek a normál utasbiztosításoktól, árban és szolgáltatásokban is ugyanazt tartalmazzák. Második hazai mérkőzését is megnyerte a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttes az NB1 harmadik fordulójában a Budaörsöt fogadta, és 14-10-es félidőt követően 31-22-re verte ellenfelét. A tabella negyedik helyén álló Kisvárda pénteken Debrecenben lép pályára. A két forduló után még pont nélkül álló Budaörs ellen a hazaiak voltak az esélyesek, és a Latko Gyonovics együttese ennek szellemében kezdte a mérkőzést. Negyed óra elteltével 8-4-re vezetett a Kisvárda, és a 4 gólos különbség meg is maradt az első félidő végéig. A második játék részben egészen a hajláig tartották magukat a gyors kézilabdára törekvő vendégek, az utolsó 10 percnek 22-18-as állásnál vágtak neki a csapatok. A végére elfáradt a Budaörs, a házigazda sorra lőtte a gólokat, így végül 9 gólos különbséggel szerezte meg második hazai győzelmét a Kisvárda. Megérdemeltük a mai győzelmet, végig uraltuk a mérkőzést, keményen játszottunk. Okosan támadtunk, a héten kielemeztük a Budaörs játékát, és amit elterveztünk, végre is hajtottuk. 31 gólt tudtunk lőni, ami elismerésre méltó teljesítmény. A vendégek edzője szerint a Kisvárda megérdemelten győzött még ilyen különbséggel is. Gratulálok a hazaiaknak, azt gondolom, hogy végiguralták a mérkőzést, sokkal jobban játszották azt a játékot,
amit ők szerettek volna, és mi nem, ugyan mi erre készültünk, gyakorlatilag semmit nem tudtunk abból megvalósítani a védekezésben, amit szerettünk volna, és nagyon nem kaptunk mást, ezért volt fájó. Tehát azt gondolom, hogy ez nyilván ez a hazaiak dicsérete. Igazából ennyi. Ugye ez már a második olyan mérkőzésünk, ahol volt tét. És sajnos úgy látom, hogy itt kitkeresendő a fő probléma. Az, ami ideig erősségünk volt, hogy kritikus helyzetben, mikor nyakunkon volt a kés, és szépen mentünk, és jól tudtunk a kritikus szituációkat megoldani. Ez most azt gondolom, hogy nagyon rendkívül bizonytalanná teszi a csapatot, úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt a legnagyobb problémánk. Az NB1 tabelláját a 8 pontos Győr vezeti a szintén 100%-os Ferencváros előtt. A három meccsen 5 pontot gyűjtő Kisvárda a negyedik helyen várja pénteki debreceni vendégjátékát. A háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor vízilabda edzőknek tartott előadást Nyíregyházán. Az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozó szakember a Vízben Fitten elnevezésű program keretében a legkisebbek képzéséről osztotta meg gondolatait a megjelent trénerekkel. Nyíregyházán az Aquaese színeiben 6 korosztályban közel 200 gyerek vízilabdázik. Az egyik magyar sikersportág vezetése igyekszik mindent megtenni azért, hogy a vízilabdát válaszú gyerekek megfelelő képzést kapjanak az edzőktől. Hétfőn a játékosként háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor a Vízben Fitten program keretében tartott továbbképzés nyíregyházi és debreceni trénerek számára. Ez a program elsősorban az edzők, utánpótlás edzőket célozza meg. Szeretnék olyan alap tudást átadni, ami valóban a legkisebbekről szól, hiszen azért sok előadás tart a Vízilabda Szövetség is, korábban én is, mint szövetségkapitány, de ez inkább a felnőtt képzésről szólt, és hát talán hiányosság még, hogy a gyerekek oktatásáról is többet beszéljünk. Ennek keretében született ez a mai előadás. Ezek ma kifejező speciális téma a centerképzés, ami szerintem az alapja a mai vízilabdának, úgyhogy ma erről fogunk, de volt már a védekezésről előadás, illetve lesz majd a back védekezésről is egy külön előadásnapunk majd. Az UVSE szakmai igazgatójaként dolgozó Benedek Tibor szerint a válogatott sikerei még ma is sok gyereket vonzanak a medencébe. Meg kell említenem, hogy a tegnapi világkupa győzelem, ez mindenképpen megint egy lökést adhat az utánpótlás vízilabdának, hiszen a felnőtt válogatott sikere mindig a garancia arra, hogy megfelelő számú gyerek legyen, és lelkes gyerek, akik valóban azt álmodják, hogy bajnokok lesznek. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagy dolog. A nyári utánpótlás versenyeken azért még szereztünk egy bronzérmet is. Úgyhogy van utánpótlásunk, sikeres utánpótlásunk, és hát remélhetőleg ez a jövőben is így lesz, hiszen a gyerekek mennyisége az elmúlt években nagyon megnőtt. Ehhez valóban szükség van képzett edzőkre, és hát az ilyen edzőképző napok, mint amiket most én is tartok, ezek mindenképpen ezt szolgálják, hogy azokban a régiókban, mint például itt Nyíregyházán, eljusson olyan szakember, aki tud új információkat adni a jegyzőknek. Az Aquaese utánpótlás csapatai számára később kezdődik a szezon, a felnőtt együttes azonban már a hétvégén vízbe száll. Az OB2-ben induló nyíregyháziak a szezonnyitó tornán Egerben a házigazdák és a Miskolc ellen játszanak majd. Megszerezte első hazai győzelmét a kisvárdai futballcsapat. Dajka László együttese az NB1 8. fordulójában a szombathelyi Haladás fogadta, és Ilics két góljával, valamint Misics és Horváth Zoltán találatával 4-1-re verte ellenfelét. A kisvárda győzelmével elmozdult a kieső helyről. Az újonc a 9. helyen várja a folytatást. Most pedig híradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Jelentősen drágultak a négyzetméter árak az új építésű házak esetében az elmúlt 2 évben. A kivitelezési munkák költségei csak nem 8%-kal kerülnek többe tavalyhoz képest. A megyében egy új családi házat közel 250 000 forintos, míg egy társas házat akár 300 000 forintos négyzetméter áron lehet felépíteni. Az emelkedő árakban a nagyfokú építkezési kedv mellett az építőiparban is tapasztalható, egyre fokozódó munkaerőhiány is közrejátszik.
A Tisza-Tivadar fölötti szakasz a árvízvédelmi szempontból az ország leginkább veszélyeztetett része. Az árvízi biztonság növelése érdekében számos fejlesztést hajtanak végre a védműveken. Így például 1,5 méterrel magasítják meg a töltéseket és szélesítik a földművek alapjait is. A beruházás jövő nyárra készül el, összköltsége pedig meghaladja majd a 10 milliárd forintot. A nyelvvizsga megszerzéséhez nyújt segítséget a Nyíregyházi Egyetem New Way című új programja. A projekt során a középiskolások tanórán kívüli foglalkozásokon vehetnek részt. Ezek célja, hogy a diákok megtapasztalják a nyelvtanulás élményét és használható nyelvtudást szerezzenek. A megyében 10 iskola, 20 angol tanára és 2400 diákja kapcsolódott be a programba. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 17-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Folytatódik az átlagosnál melegebb időjárás. Döntően anticiklon, a benne uralkodó leszálló légmozgás alakítja a Kárpát-medence időjárását. A viszonylag hűvös hajnalt az ilyenkor megszokottnál több fokkal melegebb nappal követi. Az előttünk álló éjszaka kevés fátyol és gomoly felhő várható, majd késő délutántól derült idő valószínű. Csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos idő várható, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Péntekig még sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem várható. 1-2 fokkal még erősödik a nappali felmelegedés, a maximum hőmérséklet 28-29 fok közelében alakul majd. Péntek este felé érheti el a Kárpát-medencét északnyugat felől egy hidegfront, amely változékonyabb időt és több fokos lehűlést hoz a hétvégére.